A NATO nem tervezi csapatok küldését Ukrajnába. Jó reggelt kívánok, ez itt már a napindító, én Perjési Tamás vagyok. Ezt Jens Stoltenberg NATO főtitkár mondta, aki hozzátette, idézem, a NATO nem részese a konfliktusnak, ugye az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban mondta mindezt, és a NATO szövetségesei sem. Mindezt mondta a NATO főtitkár azzal kapcsolatban, hogy még korábban Emmanuel Macron francia elnök arról beszélt, hogy nem tartja kizártnak annak a lehetőségét, hogy jövőben nyugati csapatok érkezzenek majd Ukrajnába. Itt van már a stúdióban Horváth József biztonságpolitikai szakértő az Alapjogokért Központtól, valamint Rendes Péter külpolitikai szerkesztőnk. Jó reggelt kívánok az uraknak. Jó reggelt. Jó reggelt. Köszöntöm is a nézőket is. Tovább gyűrűzik mindaz, amit ugye Emmanuel Macron elindított annó. Ezzel kapcsolatban már többször beszélgettünk mi is itt a napindítóban. Most megszólalt ismét a NATO főtitkár, aki korábban már azért beszélt erről, és kategorikusan kijelentette, hogy a NATO nem tervezi csapatok küldését, nem részese a NATO a konfliktusnak, illetve a NATO szövetségesei sem. Miért mondta azt Stoltenberg amit, és miért pont így fogalmazott, ahogyan fogalmazott? Ilyenkor szerintem akkor járunk-e helyesen, hogyha a Stoltenberg megnyilatkozásról úgy tekintünk, mintha az amerikai szóvivőt hallanánk. Tehát az Amerikai Egyesült Államok leszögezte azt, hogy ebbe a konfliktusban katonák nyílt küldésével, akik saját fegyvernemi jelzésükkel, országjelzésükkel a karjukon mennek be, ez kizárt a NATO részről, és úgy gondolom, ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanakkor volt egy másik megnyilatkozás, amit érdekes módon a sajtó nem kapott fel, hiszen a francia vezérkari főnök is megnyilatkozott, aki azt mondta, hogy ő nagyon szeretné azt, hogyha a francia hadsereg elérné 2027-re azt a képességet, hogy akár 20 ezer katonát egy külföldi misszióba bevetésre tudjon küldeni. Tehát 2027-re 20 ezer katonát. Tehát nem ment ellene a főnökének a francia köztársaságban, de finoman jelezte, hogy mondjuk egy távlatban válhat képessé arra a francia hadsereg, amit most nem tudna megtenni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez szakmai szempontból ez egy nagyon fontos üzenet volt, erre érdemes figyelnünk. Benne van a pakliban, azt azért mondta ezt a francia vezérkari főnök, mert hogy pont a szá elővezető országaiból kiszorultak a francia katonák, és kell egy új terep nekik, vagy pedig ez független ettől? Én azt gondolom, hogy az abból a szempontból mindenképpen benne van, hogy a francia hadseregnek, vagy a francia idegen légiónak, ha úgy tetszik, ez egy fájdalmas helyzet volt, amiben egyébként alapvetően a Wagner zsoldosai miatt kényszerültek, hiszen azt mondták a helyi vezetők, hogy a Wagner zsoldosai olcsóbbak és hatékonyabbak, mint a francia idegen légió. Másrésztről pedig ez gazdaságilag is egy súlyos csapás a francia állam számára. Harmadrészt pedig igen, tehát az a fajta expedíciós képesség, ami egy volt gyarmatbirodalmat fönntartó ország része, a britek még a mai napig fönn tudnak tartani, hiszen a tengeri és légi képességeik is erre megvannak, a franciák részéről pillanatnyilag nincsenek meg. És létszám az a 20 ezer fő, az meg lenne mondjuk a következő három esztendőben? Hát nézzel, most azt nézzük, hogy 200-230 ezer fő a francia összhaderő, tehát ebbe a légi, tengeri és szárazföldi csapatokat is beleértjük. Ebből egy 10% az akár reális is lehet, akit bevetésre készen tudnak tartani, de ehhez nagyon komoly logisztikai háttértámogatás szükségeltetik, tehát a bevetéshez a területre való eljuttatástól, a légi fedezet biztosításán át, a logisztikai lőszerutánpótlás, élelmiszer, sebesültek kimenekítése, hadd ne mondja. Ez egy nagyon-nagyon komoly műveletnek a rész az, és mi abból adott esetben annyit látunk, hogy mondjuk 20 ezer harcoló katona megjelenik a frontvonalakon. Tegyük hozzá, hogy most azért közel 500-500 ezer katona néz szembe egymással orosz és ukrán részről. Ehhez is próbáljuk meg viszonyítani a 20 ezer katonát. Lehet ez annak az előszele, amit majd március 19-én lesz egy találkozó Rammsteinben, aminél talán majd megpróbálják a NATO szövetségeseket egy irányba terelni, ami a kommunikációt illeti. Most ugye azzal, hogy bedobta a kavicsot az állóvízbe, hogyha fogalmazhatok így Emmanuel Macron, azzal lehetett látni, hogy ki hogyan vélekedik erről a kérdéskörről. És hogyha most Jens Stoltenberg kijelentette azt, amit kijelentett, várható-e az, hogy ezután egységesen újra ugyanúgy fog kommunikálni minden NATO tagország, ahogyan mondjuk korábban is volt erre példa?
Hát legalábbis azok a NATO tagországok, akik ebben a Rammsteini szövetségben, ha úgy tetszik, részt vesznek, azoknak nyilvánvaló, hogy az amerikai részéről az lenne az elvárás, és azt kell, hogy mondjam, hogy jogos elvárás, hogy nagyjából egyformán beszéljenek. És a Rammsteini találkozónál szerintem a legfontosabb kérdés az az lesz, hogy európai és nyugat, illetve amerikai gyártók például a lőszerutánpótlásban képesek lesznek-e a gyártásukat felpörgetni, vagy hajlandóak lesznek, hiszen most már amerikai lapok megírják, hogy amennyi 155 mm-es lőszert gyárt Nyugat-Európa és az Egyesült Államok, Oroszország ennek a dupláját vagy tripláját gyártja le egy év alatt. Tehát az olló az, hogy úgy mondjam, nyílik és nem zárul, ami az ukránok számára egy kimondottan rossz hír. Ez milyen fajta lavina, amit elindíthatott Emmanuel Macron? Annyit látunk az egészből, hogy volt Szovjetunió tagköztársaságok, vagy pedig csatlós államok a korábbi időszakból. Inkább azt mondják, hogy akkor készek csapatokat küldeni, vagy elgondolkodnak minimum erről a kérdésről, lásd balti országok, Lengyelország. Különbség húzható a Macron-féle politika és kommunikáció a volt Szovjetunióhoz tartozó országok, vagy csatlós államok részéről, és egy harmadik kategória az egyéb NATO tagországok, amelyek kategorikusan elzárkoznak ettől? Én azt gondolom, hogy az úgy mondta, hogy ön is említette, frontországok, tehát a volt balti államok vagy Lengyelország, aki konkrétan akár fenyegetve is érzi magát, a részükről nyilvánvaló, hogy ez egyfajta megelőző üzenet, hogy úgy mondjam. Ugyanakkor azért a lengyel külügyminiszternél is szerintem érdemes azt megjegyezni, hogy ő volt az, aki amikor az északi áramlat felrobbantásra került, ő akkor még ugye ellenzéki politikusként néhány órával később már fölrakta az internetre, hogy köszönjük USA. Tehát azért nem a bölcs megfontolt nyilatkozatairól híresült, én úgy gondolom. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a balti államoknál az inkább a szómágiának a része, mint egy valós erő, hiszen azért, ha megnézzük a balti államok hadseregeit, akkor látjuk azt, hogy igen csekély erőt képviselnek. Másrészről pedig a balti államoknak a legnagyobb problémája az, hogy a lakosságuknak legalább 40, de inkább 50% az orosz. Tehát ezzel nekik belülről is számolni kell. Én úgy gondolom, hogy ez inkább egyfajta belpolitikai üzenet is volt a saját országuk lakóival szemben. Ennek megfelelően más a felelőssége például egy ilyen ország vezetőjének, amikor arról beszél, hogy megtámadhatják őket, fenyegetve érzik magukat, és ezáltal ugye ők kvázi a harmadik világháborúról beszélnek, erről mi már beszéltünk, hiszen hogyha a NATO tagországot támad meg Oroszország, amit egyébként Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is megerősített, hogy nem tervez. És más a felelősség azoknak a vezetőknek, akik sokkal nyugatabbra vannak, mondjuk Németországban, akár Nagy-Britanniában, vagy az Egyesült Államokban, és beszélnek mondjuk ugyanerről, mert ők sokkal messzebb vannak Oroszországtól. Igen, ugyanakkor azt is látjuk, hogy a 20. század végi, 21. századi háborúban azért már az a néhány száz kilométer, vagy egy-két ezer kilométer, az valójában nem egy nagy távolság, hiszen a mai interkontinentális ballisztikus rakéták korábban néhány perc különbségről beszélünk, és hát látjuk azt, hogy Franciaország érezhetné magát abban a kényelmes pozícióban, amire ön is utalt, hogy hát ő előtte néhány országon még át kéne gyalogolnia egy képzeletbeli ellenségnek, mielőtt eléri Franciaországot, ennek ellenére a francia úgy gondolta, hogy ő most mond egy jó nagyot, és hát a célját lássuk be, el is érte, mi is itt erről beszélünk, ahogy szerintem Európa vagy a tengeren túl számos stúdiójában vagy elemző központjában most próbálnak el értelmes magyarázatokat találni. Mi pedig innen folytatjuk majd 8 órától, akkor is tartsanak velünk. Elnézést, továbbra is tehát velünk lesz majd Horváth József biztonságpolitikai szakértő. Érkezik hozzánk Kis Raimond, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhely vezetője, Gorcsó alá veszük, tehát Orbán Viktor miniszterelnök találkozott Donald Trump volt amerikai elnökkel, és Joe Biden évértékelőjét, ugye ő a jelenlegi amerikai elnök, és majd elmondja a legfrissebbeket Kárpátaljáról tudósítunk. Dunda György, maradjanak velünk továbbra is. Jelentős hadműveletre készülnek az ukránok a Krímben. Jó reggelt kívánok, ez itt a napindító továbbra is. Erről is beszélünk majd, és erről egyébként Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés feje beszélt, hogy mindaz, ami történik a Fekete-tengeren, az tulajdonképpen egy előkészítés egy komoly hadműveletnek, ami az ukránok részéről történne a Krímmel kapcsolatban.
hogy ennek mennyi a realitása, hogy nézhet ki ez akár a gyakorlatban, erről is beszélünk majd Horváth József biztonságpolitikai szakértővel az Alapjogokért Központtól, de még ezt megelőzően elmondja a legfrissebb híreket az elmúlt 24 órából Hárendás Péter külpolitikai szerkesztőnk. Köszöntöm a kedves nézőket. Kirilo Budanov megjegyzése kapcsán csak annyit, hogy egészen mást állít, mint amit tegnap Zelenszkij ukrán elnök mondott. Tudnilik azt mondta az államfő, hogy épp a védekezésre rendezkednek be, és mintegy 2000 kilométeres szakaszon három erősebb védvonalat szeretnének létesíteni, pontosan azért, mert muszáj visszavonulniuk a túlerővel szemben. De akkor néhány szót az orosz-ukrán konfliktus egyéb más aspektusairól. Nyilván kijevi és moszkvai hivatalos forrásokat tudok önökkel elsősorban megosztani, amelyeknek ugyanakkor mindig tudjuk, hogy helyen kezelendő bármelyfajta információ, amely a két érintett fél részéről hangzik el. A Donyecki és az Avgyívkai, illetve a Herszoni front szakaszról jelentettek be az oroszok katonai sikereket, sikerült előre törniük, ez az orosz védelmi tárca közölte. 17 ukrán rohamot és ellenrohamot kíséreltek meg, a kijevi kormányerők ezeket azonban orosz állítás szerint mind meghiúsították és visszatartották az orosz erők. A 17 rohamból 11-et Avgyívka térségében kíséreltek meg az ukránok. Az orosz fél beszámolója szerint több mint 800 katonát veszítettek 24 óra leforgás alatt az ukránok. Legtöbben több mint 430 fő az Avgyívka körzetében vívott harcokban, összecsapásokban esett el, vagy pedig sebesült meg súlyosan. A helyi hatóságok közben arról számoltak be, hogy az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek, illetve az Ukrajnával határos orosz régiók több településéről ukrán tüzérségi és dróntámadást jelentettek. Kijev közben arról számolt be, hogy a föderáció fokozta az ukrajnai kikötők, elsősorban Odessa és annak térségének, valamint a gabonaipari létesítmények elleni légitámadások számát. Oroszország által indított 25 drónból ugyanakkor az ukrán légvédelemnek 15-öt sikerült az elmúlt 24 órában lelőnie, többségüket a dél-ukrajnai Odessa megyében, ugyanakkor találatért Kijev közlése szerint egy infrastruktúrális létesítményt, hála Istennek halálos áldozatokról nem számoltak be. És akkor, ahogy említettem már korábban, Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy három védvonalmi vonalat terveznek építeni 2000 kilométeres hosszúságban. Az ukrán elnök emlékeztetett, létrehoztak egy hatósági közötti munkacsoportot, amelyek az erődítmények, bunkerek és különböző harckocsi akadályok, aknamezőket is magukba foglaló védelmi vonalak kiépítésével foglalkozik. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, a fronton ugyan most jobb a helyzet, mint az elmúlt hónapokban volt, ugyanakkor azt is elismerte az ukrán elnök, hogy a hadsereg nehézségekkel küzdött, a tüzérségi lőszerek hiánya, a légiblokád, az orosz nagy hatótávolságú fegyverek, valamint a nagyon sűrű dróncsapások miatt. De azt mondta, sikerült az oroszok előretörését megállítani, ehhez mérte mégis védekező hadműveletet folytatnak Szirszkij parancsnokság alatt, aki váltotta a Zaluzsnyi vezérkari főnököt az elmúlt egy hónapban. Jens Stoltenberg NATO főtitkár is megszólalt, Svédország csatlakozása kapcsán megegyezte a szervezetnek az első embere, hogy mostantól már 32 ország dolgozik együtt szolidaritásban, a béke megőrzésén és 1 milliárd ember védelme érdekében. Hozzátette azt is, hogy Ukrajna a NATO-nak, tehát a katonai szövetségnek a tagja lesz, ugyanis a háború sújtott ország még soha nem volt ilyen közel a NATO kapujához, mint most. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hiába próbálta meggyengíteni a NATO-t, ebbéli kísérlete kudarcba fulladt, mondta tehát Jens Stoltenberg. Oroszország részéről aztán jött a válasz, szítja a feszültséget, és nagyon veszélyes az a francia politika, amely célja idegen haderő Ukrajnába küldése, ezzel jelezte ebbéli aggáját a Kreml szóvivőjét, Dmitrij Peszkov, hogy 2 héttel lesz megelőzően, illetve most már 15 nappal lesz megelőzően. Egy esti órában Emmanuel Macron francia elnök azt mondta, hogy megfontolandó nyugati csapatok Ukrajnába történő küldése. A Kreml szóvivője azt mondta, régóta rendelkezünk olyan információkkal, hogy tényleg tartózkodnak Ukrán területén olyanok, akik valamilyen formában közvetlen kapcsolatban állnak a NATO-val. A NATO-nak ugyanakkor azt mondta Stoltenberg szinten, mint egy kérdés-válasz, és így követte egymást a tegnapi kommunikáció, pedig nem beszéltek össze a felek, hogy a NATO-nak nincsen arra vonatkozó terve, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába, mondta NATO főtitkár Jens Stoltenberg, ezzel viszont el is határolódott Emmanuel Macron kijelentésétől, aki ennek az ellenkezőjét vetette föl, mint mondtam, 15 nappal korábban. Oroszország nem győzhet Ukrajnában, mivel az orosz imperializmus egész Európát veszélyezteti, ezt már Andrzej Duda mondta, a lengyel államfő
aki a miniszterelnök társával, Joe Biden amerikai elnökkel fog találkozni, és az Egyesült Államokba utazott. Joe Biden elnök Lengyelország NATO csatlakozásának 25. évfordulója alkalmából fogadja Donald Tuskot és Andrzej Dudát. Az amerikai hírszerzés vezetői eközben ukrajnai katonai támogatások folytatását sürgették az amerikai kongresszus felső házában tartott hétfői meghallgatáson, mint ismert, most már hosszú-hosszú hetek, talán már hónapokban is mérhető, ennyi ideje, hogy nem kapja meg azt a segélyt, amelyet az amerikai kormányzat Ukrajnának folyósítana, elsősorban belpolitikai, amerikai belpolitikai válságok miatt. És akkor a végére még egy hír, az európai államok csak nem kétszer annyi fegyvert importáltak 2019 és 2023 között, mint az azt megelőző 5 évben, ezt a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet közleményében tudatta. 2014 és 2018 közötti évekhez mértem, 94%-kal nőtt az európai fegyverimport, amely szerint Ukrajna a legnagyobb európai importőr volt az elmúlt években. Nyilvánvalóan betudható ez a több mint 2 éve kirobbant és azóta tartó háborúnak. És akkor visszakanyarodok Horváth Józsefhez, maradnék még Emmanuel Macron kijelentésénél, mert hogy itt nagyon sok mindent meg kell vizsgálni, hogy egy francia államfő ezt mondta, aki már ugyan nem újrázhat, de hogy benne lehet a pakliban az, hogy fiatal emberként még, ahogyan is ezt fejtegette korábban itt a szünetben, elképzelhető, hogy ő neki lehet bármilyen későbbi célja a nagy politikában vagy a diplomáciában, beszéltünk akár a NATO-ról, egy uniós posztról, bármiről, és külön kell talán venni a balti államokat, mert hogy egészen másképp viselnek ők is, és a NATO főtitkár ismételte, mint egy sürgetve azokat a problémákat és aggályokatnak a feloldását, azt mondta, hogy nem fog a NATO katonai akcióba bonyolódni és csapatokat küldeni Ukrajnába. Legyen szíves, segítsen ezt rendbe tenni, hogy mi lehet Macron célja, hogyha tényleg külpolitikában gondolkodik, és mit mond a NATO, mert hogy a Franciaország a NATO-ba csatlakozott bele, és egymás ellen pólusát képviselték. Hát talán akkor Macron elnökkel, mert ez a legnehezebb. Én azt gondolom, hogy itt két tényezőt kell figyelembe venni. Az egyik az az, hogy látjuk Németországon belül kialakult, és már az akut belpolitikai válságra még úgy rápakolt két lapáttal ez a ominózus telefonbeszélgetés, amiben a német tábornokok, főtisztek arról beszélnek, hogy hogy kéne megsemmisíteni német rakétákkal a Kercsi hídat, illetve látjuk azt, hogy ennek kapcsán azért a német kormányon belül is megosztottak a egyes kormánykoalíciót alkotó pártok abban a kérdésben, hogy Ukrajnával és a háborúval mit kezdjenek. És ezt a helyzetet szerintem Macron elnök azért igyekezett kihasználni arra, hogy Franciaországot most ebbe a vákumba igyekezzen előre tolni, mint aki az igazi megmondó ember az unió országai közül és az unió politikusai közül. Tehát ki igyekszik ezt a politikai lehetőséget, ami most adódott, kihasználni. Ez az egyik válasz lehetőség. A másik pedig az, amit ön említett, hogy úgy látja Macron elnök, hogy ő még mint fiatal ember, aki visszavonul a politikától, nem kíván otthon kertészkedni, vagy a családjával együtt lenni, hanem valamiféle politikai továbblépésnek a lehetőségét keresi, és ebből túl sok igazából nem kínálkozik a nemzetközi porondon, ahogy ön is említette, vagy az Európai Unió, vagy a NATO lehet az, amelyik egy francia elnöknek egy továbblépési lehetőséget kínál, vagy akár az ENSZ felé is, de hát pillanatnyilag is egy európai az ENSZ főtitkára, tehát ott a rotáció miatt később kerül majd újra sor, azt gondolom, Európára. Tehát ebből a szempontból valamiféle terv nyilvánvaló, hogy van Macron fejében, és ehhez most azt sikerült neki elérnie, hogy a kommunikációs térben mindenki róla beszél, és az ő általa nagyot mondásnak meg is lett ez a fajta eredménye. Hadd kérdezem meg, véletlenek azok a mostani események, hogy nagyjából egy időben történnek, hogy csak azt nézzük, hogy kijelentik Washingtonban azt, hogy meg sem hívják a legközelebbi washingtoni NATO csúcsra Ukrajnát. Azt mondja a NATO főtitkár, hogy majd, de csak lebegteti, hogy valamikor majd tag lehet Ukrajna, de ez a NESZ-e semmi fog meg jól. Lehallgatják német magasrangú tiszteknek a beszélgetését, hogy a Kercsidot hogyan lehetne esetleg Tauruszokkal lőni, azzal a Tauruszokkal, amelyeket a kancellár Kerekperez megmondta, hogy nem fognak átadni, és a német társadalom többség is ellenzi. Jön egy ilyen Macron-féle beszólás, és pont ezzel egy időben menesztettek egy Zaluzsnyit, melyet majd londoni nagykövetnek, visszafele húzódnak az ukrán katonák.
Ha ezeket csak bárhogy tesszük össze, vagy szeretélyében nézzük, és közben a harmadik világháborúban fenyegetnek egyesek, ez nem azt jelenti, hogy az Egyesült Államok befele figyel, kifarol majd az Ukrajna mögül, Európa oldja majd meg Ukrajna megsegítését, átrendeződik a világrend, Ukrajnának pedig ilyen formán befellegzett. Nagyon egyszerűen fogalmaztam, zonzásítva sok mindent, csak ez a sok-sok arra mutató jel valahogy mégis végén egy pontba mutat. Valóban így van, önnek azt kell mondjam, hogy igaza van, és innen mondhatnánk is, hogy köszönjük, akkor menjünk haza. De azért bővítsük még talán ezt a képet néhány dologgal. A katolikus pápa ugye most nyilatkozott arról, hogy nem szégyen, hogyha a fehér zászlót felemeli valaki, és mondjuk egy békéről tárgyal és megadással, mert rosszabb helyzetben még rosszabb feltételek lesznek majd, és Zelenszkij elnök meglehetősen indulatosan reagált erre. Tehát én azt gondolom, hogy a Vatikánnak is megvannak azok az információi, adott esetben jobbak is, mint legtöbb titkosszolgálatnak, hogy milyen a helyzet a fronton. Hiszen ő itt említette, hogy most 2000 kilométeren, tehát a durván 1000 kilométeres fronton a dupláját akarják megépíteni az ukránok, amihez azért azt tudni kell, hogy az a megerősített frontvonal, ami a Donyecknél nagyon jól vizsgázott, azt az ukránok nyugati szakértőkkel, támogatással, azt évekig építették 2014-15 után, mire a 22-es konfliktus kirobbanásáig elérkeztünk. Tehát az, hogy most néhány hét alatt egy dupla védelmi fonalat felépítsenek, ahogy ön említette, hogy bunkerekkel, logisztikai ellátó, raktárak, mindennel együtt, az egy lehetetlen küldetés. Ez most a belpolitikának szól. És én azt gondolom, hogy ehhez még ha egy dolgot hozzáteszünk, hogy most már Kijevből azok az információk is kiszivárogtak, hogy Zelenszkij már a Kulebát, a külügyminisztert is le akarja váltani, mert elveszett a bizalom Kulebával szemben. Tehát úgy tűnik, mintha Zelenszkij elnök egy ilyen vákumba került volna, és fogynak a megbízható emberek, mert az ellenséget maga körül keresi. Ez egy ilyen Néró effektusnak tűnik már, és ahogy a frontról is a rossz hírek jönnek, akkor Szilszkij nyilvánvaló, hogy mint vezérkari főnök azt mondja, hogy hát tulajdonképp már nagyon közel vagyunk a NATO csatlakozáshoz, mi 1 milliárd embert védünk. Én nem gondolom, hogy egyébként a fronton ez a ukrán katonákat jókedvre derítené, hogy ők védenek 1 milliárd embert, ők túlélni szeretnének, meg a saját családjukat megvédeni, vagy a saját országukat. Tehát mind-mind olyan kommunikációs jeleket látunk, ami mindent erősít, csak azt nem, hogy itt egy hasonló helyzettel fogunk szembesülni, akár mint 23-ban, hogy egy ilyen lassú, kölcsönös támadások, de igazából a külső szemlélő számára érdemi elmozdulások nem történnek a fronton. És ez még egy dolgot csak, hogy az oroszok azért az elmúlt bő egy hét során azért látványos sikereket értek el technikai szintéren, hiszen azzal, hogy Abrams harckocsiból most már dokumentáltan 4-et lőttek ki a 30-ból. Azzal, hogy Patriot rakéta légvédelmi rendszerből 2-t megsemmisítettek, ezek azért azt mutatják, és erre már nyugati szakértők is rávilágítanak, hogy az a fajta elképzelés, hogy az amerikai, nyugat-európai fegyverek technikailag, technológiájukban, megbízhatóságukban fölötte állnak a keleti, orosz vagy kínai fegyvereknek, ez most dől meg. Tehát ez azért említette itt az amerikai fegyvergyártókat is, mikor beszélgettünk. Ezek azért fájdalmas veszteségek, mert egy megrendelő számára, aki most szeretne mondjuk egy légvédelmi elhárító rendszert venni, ezek nem a legjobb referenciák. Tehát itt ebből a szempontból is az óvatosság, amit ön említett az amerikaiak részéről, nem csak azt gondolom, hogy az amerikai elnök választás miatt egyre inkább tapintható, hanem az ilyen veszteségek okán is mondjuk az amerikai fegyvergyártók is azt mondják, hogy akkor langsam, egy kicsit lassítsanak az ukránok, mert ilyenfajta veszteségekről szóló képeket ők nem nagyon szeretnének látni érthető módon. Mindebben hogy illeszkedik az, amit Kirillov Budanov mondott, illetve ő még a bizalmi embere Volodymyr Zelenszkijnek. Igen, egyelőre úgy tűnik, hogy ennek a szűk, vagy egyre szűkülő körnek a tagja. Hát ez talán csak annyit, hogy
egy katonai hírszerzés vezetőjétől komolyan vendően nem hallottunk túl sok olyan információt, hogy a jövőben milyen támadást fogunk végrehajtani. Tehát ha valami, akkor ez a hétpecséses államtitok tekintettel arra, hogy ugye pontosan Zaluzsnyija szemben fogalmazta meg Szirszky, hogy hát azért kellett meneszteni, mert a tavaszi-nyári ellentámadásról szóló információk kiszivárogtak az oroszoknak. Most, ha ezt komolyan vennénk, akkor azt mondanánk, hogy Budanovot most kell leváltani, és egyébként síralomház, lefokozás, akasztófa, minden, ami rá vár, hiszen elárult egy nagyon komoly titkot. Ha komolyan gondolnák azt, hogy ők most egy támadást hajtanak végre a Krím-félsziget ellen, és itt ugye ő azt is sugallta, hogy nem szárazföld, hanem a tenger felől hajtanak majd végre egy támadást, ezt készítik elő a drónokkal, egyéb módon végrehajtott csapásokkal. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy éppen most számolták fel az oroszok azt a hídfőállást, amit a Dnyeper bal partján hónapokkal ezelőtt hoztak létre az ukránok, és úgy, hogy mindenféle katonai eredmény nélkül az oroszok szépen türelmesen fölőrölték azokat, akiket átdobtak, és egy kilátástalan helyzetbe kerültek. Tehát én nem látom az ukránok részéről sem azt a technikai, sem azt a humán hátteret, amivel egy komolyan vendő támadást indítanának a Krím-félsziget ellen. Ha csak olyanra nem gondol Kirilló Budanov, mint amire már volt példa, hogy rohamcsónakokkal két szakasznyi katona partra száll, egy zászlót meglenget, ezt videózzák, majd utána visszafordulnak, és akkor erről a médiában lehet majd jókat beszélgetni. A másik ilyen pont az volt, amikor sikerült tengeri drónokkal, mondjuk a fekete-tengeri, oroszországi fekete-tengeri flottának egy-egy hajóját megsemmisíteni, vagy pedig komoly sérüléseket ütni rajta. Most lesz 17-én Oroszországban az elnökválasztás, borítékolható, hogy ki fogja megnyerni. Nagyon nem árulunk el ezzel titkot. Mit fog ez eredményezni az orosz-ukrán fegyveres konfliktusban, hogy újrázni fog valószínűleg Putyin elnök? Igen, én azt gondolom, hogy ez abból a szempontból lehet egy fontos cezúra, hogy onnantól kezdve Putyin elnök megint nyugodtan néz a következő évek elébe. És nem zárható ki az, hogy ez elnökválasztás lezárulta után az orosz haderő egy intenzívebb fokozatra kapcsol. Hiszen akár egy nagyobb veszteségeket is, ami óhatatlan egy támadás során, belpolitikailag el tud viselni az elnök, hiszen azt mondja, hogy egy év múlva, két év múlva, három év múlva egy reményei szerint győztesen megvívott háború után már úgyis másról fognak beszélni az emberek. Most még azért óvatosabbak, én azt látom. Tehát összességében szeretik azt az oroszok, hogy jó hírek jöjjenek a frontról, még ha azok apró jó hírek is, az a választás előtt a belső hangulatot az pozitívan befolyásolhatja, de a nagy érdemi, katonai, stratégiai szempontból értékelhető változásokra mindenképpen a választás után kell várnunk. Akkor a nyugati sajtó, amely felkapott kijelentéseket, főleg nyugat-európai, inkább úgy mondom Európai Uniós és NATO tagországok részéről, hogy a harmadik világháborúval riogatnak. Ez lett talán való az ellenpólus annak, hogy pontosan tudják azt, hogy most vasárnaptól kezdődően ugyanúgy az a Putyin fajta korszak fog jönni, és hogy ezt már rögtön úgy tálalják, hogy behozzák a harmadik világháborút, mint rémképet. Igen, mert most újabb szörnyet kell a falra rajzolni, hiszen az elmúlt két évben Vlagyimir Putyin volt az, akit el kell távolítani, mert diktatúrát épít, mert fenyegeti az egész világot és minden egyéb. Látjuk azt, hogy ez a fajta nyugati stratégia kudarcot vallott. Putyin elnök a helyén maradt, és ahogy Jön is említette, a népszerűsége még növekedett is az elmúlt két év során. Tehát most egy újfajta stratégia kell, hogy ha Putyint nem távolítottuk el, Oroszországot nem gyengítettük meg, akkor azt kell mondani a választóinknak, hogy itt a harmadik világháború rémképe fenyeget, és ez valóban így is van egyébként, hogyha azokat a felelőtlen nyilatkozatokat hallgatjuk itt, amiről Macron elnök kapcsán is beszéltünk, hiszen itt a másik fél részről is egyfajta mértéktartásra van szükség, hogy egy-egy ilyen nyilatkozatra, ami egy ilyen kesztyű odadobásának is minősülne, ne vegye föl azt a kesztyűt, és szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy idáig az oroszok ezeket a kesztyűket nem vették föl. Hogyha ez bekövetkezik, és mondjuk még inkább támadni fognak az oroszok, és ugye amiről azelőtt beszéltünk, hogy fogy a levegő Volodymyr Zelenszky ukrán elnök körül, akkor milyen következtetéseket vonhatunk le a jövőről a tekintetről? Ugye ilyen helyzetben egyrészt vagy valaki mondjuk önként feláll, mert érzi azt, hogy akkor innentől kezdve nem sok esélye maradt,
vagy marad és küzd addig, ameddig tud, ameddig hagyják őt egy ilyen szituációban. Hova vezethet majd el mindaz, ami most történik, és a közeljövőben fog történni? Itt én azt gondolom, hogy két forgatókönyvvel lehet számolni. Az egyik az az, hogy a nyugati támogatók mondják azt, hogy Zelenszkij elnöknek ebben a szappanoperának a következő évadában már nem írtak szerepet. És akkor finoman, de utalnak arra, hogy jó lenne, hogyha megfáradt, és most már egy új szereplő jön a helyére. A másik forgatókönyv pedig az, amire egyébként az oroszok most megint kidobtak egy információt, és nem látjuk, hogy dezinformációról van szó, vagy valóságról, amikor azt mondták az oroszok, hogy ők rögzítettek olyan telefonbeszélgetéseket, amely arról szól, hogy ukrán elit egységeknek a parancsnokai arról gondolkoznak közösen, hogy hogy lehetne megpucsolni Zelenszkij elnököt, és akár a Zaluzsnyit visszahozni, és az ország élére állítani, hogy utána akár egy érdemi tárgyalásokat is megkezdeni az oroszokkal. Tehát egy belső puccsot sem lehet kizárni magyarul. Ja, Valerij Zaluzsnyira csak rákanyarodva egy pillanatra, hogyha az ő szerepét nézzük, ugye, hogy akkor londoni nagykövet lehet belőle, megállapítják vele kapcsolatban, hogy alkalmatlan a katonaságra. Itt ugye jelentően azért is próbálta Zelenszkij eltávolítani Ukrajnából, mert kijöttek azok a felmérések, amelyekről mi is beszéltünk, hogy sokkal népszerűbb, mint ő. Ugyanakkor így még inkább a nyugatiak érdekkörébe terelte őt, mert ott szabadon lehet vele majd még inkább beszélgetni, akár a briteknek, az amerikaiaknak, hogy ez hosszú távon visszafelé is elsüllyedt, vagy igazából kényszerpályán mozgott mondjuk ilyen szempontból is az ukrán elnök? Egyrészt kényszerpályán mozgott, de azzal együtt ez visszafelé is elsülhet, hiszen ha most a fronton nem egy ilyen látványos összeomlásnak leszünk tanúi, hanem ez még hónapokig tarthat, akkor nyilvánvaló, hogy Zaluzsnyij Londonban mondjuk egy új imást alakíthat ki. Magyarul idáig úgy láttuk őt mindig, hogy egyenruhában, borostással, mint egy katona, aki egy szép nagy darab emberként irányítja a hadsereget. Ne zárjuk ki azt, hogy most majd megborotválkozva, öltő nyakkendőben egy politikus fogunk majd látni, aki adott esetben úgy érkezik vissza Ukrajnába, mint aki ennek az országnak az új vezetőjeként kvázi ebből a zsákutcából kivezetheti Ukrajnát. Említette a titkosszolgálatokat pont a pápai állam kapcsán, de egyéb más országok esetében is. Tudjuk azt, hogy kellőképpen megteszik a szolgálatokat és elvégzik a feladataikat. Mennyire van most szerepük akkor, amikor a háború azt az arcát mutatja, éppen az ukránok védekezni kényszerülnek? El kell ismerniük azt, hogy az ellentámadás, amit tavaly júniusban indítottak, az gyakorlatilag meghiúsult, összeomlott, sőt újabb területeket veszítenek el. Mekkora szerepe van most a titkosszolgálatoknak, mind a háború folytatását illetve, mint pedig egyszerűen az, hogy ezek a személycserék aztán bekövetkezzenek, mert hogy nyilvánvalóan a hírszerzésnek köze van ahhoz is, hogy mikor melyik politikus vagy megmondó ember kell, hogy távozzon, és akkor emellé meg mellé teszem, bocsánat, tudom, hogy összetett a kérdés, de a titkosszolgálatok mellett van még egy nem titkos szolgálati módon működő ember, de nagyon fontosakat mond, még ha menni is kellett, Victoria Nuland. Valóban így van, talán az egyszerűbbel kezdjük Victoria Nulanddal. Én úgy gondolom, hogy az ő távozása is egyfajta üzenet. Egyrészt üzenet a tekintetben, hogy a jelenlegi amerikai vezetés azt a hölgyet, aki 2014 óta egyébként meghatározó szerepet töltött be Ukrajnának a átpozicionálásában és az amerikai irányba való beállításában, azt az embert most fölállították. Ennek egyrészt akár az oroszok felé is van üzenete, illetve mindenképpen azt is demonstrálja, hogy az Egyesült Államok számára Ukrajna kérdése az hátrébb sorolódott. Most más olyan szakértő kell majd ebbe a székbe, aki adott esetben lehet, hogy Kínával kapcsolatosan rendelkezik mélységi ismertekkel például. Másrésztről pedig, ha megnézzük azt, hogy a titkosszolgálatok, tehát itt most jó részt például az amerikaiakról beszélünk. Ugye egyrészt kiszivárgott az, hogy közvetve a front környékén
12 olyan bázisuk van, ahol gyűjtik az információkat. Ez fontos az ukránoknak is, hiszen azonnali információkat kapnak az oroszok mozgásáról, kommunikációjáról. Másrészt fontos az amerikaiak számára is, hiszen ezeket az éles harci tapasztalatokat összegyűjtik, elemzik, értékelik, később adott esetben akár egy amerikai harci műveletekben föl is használják ezeket az éles helyzetben kialakult tapasztalatokat. Ugyanakkor jelen helyzetben, amikor egy ilyen élessé vált a fronton a helyzet, nyilvánvaló, hogy ezeket az első vonalban lévő bázisok jó részét most hátrébb vonják. Épp azért, hogy mondjuk ne kerüljenek, ne adj Isten, orosz fogságba például. Ugyanakkor felértékelődik azoknak a titkosszolgálati szakembereknek a szerepe, akik mondjuk Kijevben vagy az ukrán nagyvárosokban vannak jelen. Hiszen ők szondázzák azt, hogy valójában a hátországnak milyen a hangulata, a kijevi vezetésen belül hogy áll a támogatók, ellenzők sora. Tehát ilyenkor minden olyan információ, amely ezzel kapcsolatos a küldő ország számára, stratégiai fontosságú lehet, hiszen az amerikai politikának nagyon nem mindegy az, például, hogy novemberig mi fog történni az elnökválasztásokig. Én azt látom, hogy ők egyet szeretnének elkerülni, hogy egy látványos összeomlás ne menjen végbe. Ebben a helyzetben nyilvánvaló, hogy különféle forgatókönyvekkel kell rendelkezni. Egyik lehet az, hogy a fronton most újabb védelmi vonalakat kell kialakítani, hogy lassítsák az orosz területörést, de lehet, hogy föl kell készülniük arra is, adott esetben, hogy új szereplőkkel folytassák ugyanezt a forgatókönyvet, akár egy tűzszüneti tárgyalások megkezdésével is elhúzni, hogy ne egy látványos összeomlással kelljen szembesülni, ami az amerikai elnökválasztást is érdemben befolyásolná. Az orosz titkosszolgálat az hogyan tud ebbe a folyamatba beleszólni, illetve ha nem is annyira csak a titkosszolgálatot nézzük, de mondjuk Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök azzal, amikor egy olyan térképről beszél, vagy egy térkép előtt egészen konkrétan, amelyen Ukrajnából tulajdonképpen maradt Kijev meg a környéke, és az összes többi részét Ukrajnának a szomszédos országok között felosztották. Igen, hát itt a kommunikációs térben folyó háborúnak vagyunk a szemtanú, hiszen árulkodó ennél a térképnél, hogy a legnagyobb részt éppen a lengyeleknek ajándékoznák az oroszok, azoknak a lengyeleknek, akikről ugye beszéltünk róla, hogy a legerősebb félelem él bennük az oroszokkal kapcsolatosan. Tehát itt, hogy úgy mondjam, egy mézes madzagot úgy húznak el, gondolják ők a lengyelek előtt, hogy arra bőven csepegtetnek mézet is, hogy erre mit tetszik majd lépni. Másik oldalról az orosz titkosszolgálatok ebben a információs háborúban az elmúlt hetekben kaptak muníciót az orosz hadseregtől, hiszen azáltal, hogy olyan videókat látunk az interneten és milliós megtekintésekkel, hogy egy Abrams harckocsit, egy T-72-es harckocsi lő ki, vagy látjuk azokat az információkat, amit most hihetetlen módon terjesztenek, hogy Patriot légvédelmi rendszereket lőttek ki az oroszok. Ez mind-mind szól az orosz elnökválasztásnak is, hogy a fiaink és a mi technikánk az milyen csodákra képes, és a nyugatiakkal szemben milyen hatékony. Másrésztről pedig az ukrán hátországnak is szólnak ezek az információk, hogy az oroszok továbbra is, hogy úgy mondjam, visszafogottak a hátországot ért támadásokkal kapcsolatosan, másrésztről megmutatják azt, hogyha egy totális háborút indítanának, akkor az ő fegyvereik milyen mindenhatóak lennének, és mire lennének képesek, ami adott esetben segítheti azt a folyamatokat, vagy ösztönözheti, amelyekről itt beszéltünk, hogy akár nyugati indítatással is, de milyen változásokat indíthatnak el az ukrán vezetésben. Horváth József, köszönjük szépen, ma is innen folytatjuk egy hét. Köszönöm szépen, köszönjük. Köszönöm. Ez volt tehát az első része itt a Napindítóban, aztán pedig majd a későbbiekben elmondja a legfrissebbeket Kárpátaljáról Dunda György, és természetesen még foglalkozunk az orosz-ukrán háborúval a továbbiakban is, úgyhogy mindenféleképpen megéri velünk tartani. Hamarosan elmondja a legfrissebbeket Kárpátaljáról tudósítunk Dunda György, de még mindig itt van velünk Horváth József, biztonságpolitikai szakértő az Alapjogokért Központtól, valamint itt van Árendás Péter külpolitikai szerkesztőnk, és továbbra is értekezünk az orosz-ukrán háborúról. Ott hagytuk abba, hogy Medvegyev mögött láthattunk egy térképet, amelyen tulajdonképpen Ukrajnát felosztották.
És hogyha visszagondolunk a történelemben arra az időszakra, ami szintén itt a szomszédban zajlott, és a délszláv háborúra, akkor a végére Jugoszláviából több ország lett. Nyilván egy picit más helyzet, de összességében milyen sorsa lehet Ukrajnának az egész konfliktus lezárását követően, és mennyiben hasonlítható ez össze mondjuk azzal, ami történt Jugoszláviában is? Hát talán akkor kezdjük onnan, hogy mert történelmet, időket élünk, ha úgy tetszik, hogy 25 évvel ezelőtt szinte napra pontosan léptünk be a NATO-ba, majd utána két hét múlva már egy határaink mentén konkrét háborús helyzetben is találtuk magunkat, ami 25 évvel ezelőtt az első Orbán kormány alatt, az mind a akkori magyar honvédségnek, mint a magyar titkosszolgálatoknak egy hihetetlenül komoly, nehéz szakmai feladatot jelentett, hogy az ország szuverenitását, integritását, illetve a újonnan NATO-ba belépő Magyarországnak a szakmai tekintélyét is, hogy úgy mondjam, megvédjük vagy megalapozzuk azokban az időkben. És ha most 25 év után nézzük azt, hogy mi történik Ukrajnában, akkor azt gondolom, hogy egyrésztről lehet párhuzamokat felállítani, hogy akár egy ilyen felosztásos vészforgatókönyvet is el lehet képzelni. Másrésztről viszont itt abból a szempontból nem párhuzamos a helyzet, hogy nem történelmi képződményekkel, volt szabad országokkal, nemzetekkel szembesülünk. Adott esetben, mint a Horvátország, Szlovénia, Szerbia esetében, amelyek voltak önállóak és hosszú történelmük is volt az európai kezdetektől indulóan. Itt azért az, hogy Ukrajnának a térképét úgy rajzolták át, hogy van orosz kisebbség, lengyel kisebbség, magyar, román, cigány, sorolhatnánk még, hogy hányféle. Ez egyfajta a győztesek térkép rajzolásának az eredménye. De ott, hogy önálló államok lettek volna, az nem igaz. Az igen, hogy országoktól csatoltak el, amelyek máig létező államok. Hogy egy ilyen az európai második világháborút lezáró békerendszer újrarajzolásának a kockázatát bárki fölvállalná, akár azért is, hogy jelentős területekhez jusson, mint ami Medvegyev kegyéből akár Lengyelországnak jutna, vagy Magyarország Kárpátaljával összefüggésben. Ez mind-mind azt gondolom, hogy egyrészt egy nagyon veszélyes játék politikai szintéren, mert onnantól kezdve ki mondja azt meg, hogy hol van vége, vagy ki mondja azt meg, hogy a térkép átrajzolását mikor fejezzük be, és ki mondja azt meg, hogy egyik-másik fél elfogadja ezt, vagy csak tudomásul veszi, és a kedvező pillanatra vár, hogy visszafoglalja adott esetben azokat a területeket, amelyet ő okkal vagy ok nélkül, de magáinak vél. Tehát én úgy gondolom, hogy ez konzerválna egy olyan puskaporos hordót, amelynek a nyomait egyébként a délszláv államok újraalakulása óta is látunk, hiszen az, hogy az amerikaiak mondjuk egy Koszovó függetlenségét megtámogatták, és az Európai Unió azt is tétlenül szemlélte, az is többek között eredményezte azt, hogy most a Balkánon ilyen puskaporos helyzet van, aminél gyakorlatilag egy külső szereplő dönti el, hogy éppenséggel mikor csavarom följebb a gázt, és nagyobb lánggal égjen ez a konfliktus, vagy mikor veszem lejjebb. Hogy éppenséggel most kit akarok ebből a szempontból revolverezni, hogy a szerbeket, a bosnyákokat, a horvátokat, vagy éppenséggel az albánokat. Tehát az a folyamat, ami az albán, még erről nem is beszéljünk, ugye egy nagy Albániát is szeretnének az egyes albán politikusok létrehozni a térségben. Ezek a folyamatok mind-mind afelé mutatnak, hogy kockázatos egy ilyen forgatókönyvet látni, azzal együtt, hogy nem zárjuk ki, hogy akár egy ilyen forgatókönyvvel is szembesülhetünk, hiszen kérdés az lesz, hogy az oroszok egyrészt meddig tudnak eljutni, másrészt milyen terveik vannak a későbbiekben Ukrajnával kapcsolatosan. Térben és időben, ha van közel hozzánk a délszláv térség, és talán ezért is hoztuk ezt szóba, ne legyen ugyanaz a párhuzam nyilvánvalóan, illetve háború, bocsánat, délszláv térség és a délszláv háború. Javítom magam, köszönöm. Csak hogy azért azt tudni kell, hogy ott a daytoni
békemegállapodás megelőzve az Egyesült Államok bombázta Szerbiát. Tehát ne legyen valóban ilyen szempontból nyilván hasonlóság a kettő között. De a tekintetben meg mégiscsak van, hogy van egy sok nemzetiségű Ukrajna, egy viszonylag friss állam, Jugoszlávia se volt egy olyan hú, de nagyon régi állam, hogyha úgy nézzük, de a sok nemzetisége az megvan, a különböző vallások megvannak, a szomszédos országokban lévő el nem ismert nyeszter-menti köztársaság, Magyarország a megfogalmazódó területi igények esetleg, hogyha Moldovát nézzük Románia kapcsán, ha Romániát nézzük Ukrajna kapcsán, ha Lengyelországot Ukrajna kapcsán, és szabad a préda, kicsit talán mondhatom így, mert mintha erre utalt volna az orosz elnök, akkor egyfajta hasonlóság mégiscsak van, amikor szét fog szakadozni ez az ország, és kifogy egy társadalom, kiholnak egy olyan 18 és 65 közötti korosztály, vagy elmenekül, mindemelyik részét nézem, amelyet egyes információk szerint készek esetleg majd migránsokkal pótolni, de nem tudjuk, kik jönnek a helyükre. Igen, tehát itt a kockázatokat, ahogy ön is mondja, kétség kívül tudjuk fokozni akár egy tűzszünet vagy béke megállapodás utáni Ukrajna kapcsán, és akkor nem beszéltünk arról, hogy mi fog történni az a több százezres tömeggel, aki mondjuk a fronton szolgált, hazamegy és nem találja a helyét a polgári életben, és onnantól kezdve, ha ezek az emberek akár Európa irányába is veszik a vándorbotot, onnantól kezdve azt gondolom, hogy nagyon komoly kockázattal kell onnan is számolni, hogyha mondjuk több százer hadviselt férfi keres majd magának munkát, és kérdés az az, hogy villamosvezetőként találja meg, vagy pedig a szervezet bűnözés szívja fel őket. Tehát itt vannak valóban egyre másra kockázatok. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az a forgatókönyv, amit ön fölvetett, az az oroszok számára kedvező forgatókönyv. Hiszen hogyha Közép-Európában kinyitjuk Pandora szerencéjét, és onnantól kezdve a közép-európai nemzetek, amelyeknek egy jó része NATO tag és Európai Uniós tag is, de elkezdi a térképeken böngészni, hogy egyébként kinek még milyen területekre lenne vélt vagy valós joga, onnantól kezdve, hiába szövetségesek vagyunk, nyilvánvaló, hogy mindenki másképp nézne egymásra, ez pedig az oroszoknak a malmára hajtaná a vizet. Egy olyan terület van, amit ön is említett egyébként, ami ebből a szempontból az oroszoknak kiemelt figyelmet érdemli, és fontos, ez a nyeszter-menti köztársaság. Hiszen nem beszélünk róla, de Ukrajna mellett Moldova egy időben adták be a csatlakozási kérelmüket az Unió felé. És hogyha a Moldovánál megnézzük, megvan ugyanaz a fajta lőporos horda a nyeszter-menti köztársasággal, mint Ukrajna vonatkozásában volt a háború kitörése, hogy Donyeckkel. Tehát itt beszélünk egy olyan kvázi országról, amelyet egyelőre az oroszok ismertek el, ahol a háború kitörése előtt 4000 orosz katona állomásozott, ahol egyébként egy akkora lőszerraktár van még a szovjet időkből, amivel a hírek szerint hosszú évekre lehetne lőszerrel ellátni egyik vagy másik országot a két hadviselő fél közül. Nem véletlen, hogy az ukránok egyébként a háború első időszakában ráfordultak erre a kérdésre, de az oroszok nagyon kemény választ adtak, hogy amennyiben az ukránok megtámadnák a nyeszter-menti köztársaságot, az egy totális háborút vonna maga után. És az sem véletlen, hogy egy hét, 10 nappal ezelőtt ez a nyeszter-menti köztársaság kvázi segítséget kért Oroszországtól. Tehát ez a színjáték, amit játszanak, és jól értse mindenki, ez egy színjáték, hogy most kér éppen segítséget a nyeszter-menti köztársaság Oroszországtól. Ez része annak, hogy a háború folytatása, vagy a háború folytatásnak a lehetőségével, ezzel a fenyegetéssel az oroszok hogy igyekeznek például Romániát presszionálni, aki tudjuk, hogy ahogy a lengyelekről már beszéltünk egyébként, amerikai katonákat, amerikai bázist és most már franciákat is befogadott. Tehát az oroszok számára ez a fajta politika, amit a román vezetés követ, az egy sok szempontból vörös vonal Romániával szemben, és nem véletlen az, hogy a Fekete-tenger partvidékének a kérdése Odesszával az élen, az kiemelt fontosságú az oroszok számára, mert ha megnézzük, akkor onnantól kezdve elérnék a nyeszter-menti köztársaságot, tehát egyesítenék ezeket a területeket, és közvetlen közelébe kerülnének az oroszok katonailag is a Romániában lévő amerikai NATO bázisoknak. És hogyha Moldova és Románia kapcsolatát is idevesszük még, az hogyan hat mindenre, amiről az imént beszélt?
az is nagyon érdekes abból a szempontból, hogy itt ellentétes folyamatokat láttunk, hiszen beszéltünk az előbb róla, hogy Moldova beadta a csatlakozási kérelmét, mint önálló állam. Ugyanakkor, amikor Románia beengedte az amerikai, vagy megnyitotta a bázisait az amerikai katonák előtt, légi, tengeri, szárazföldi bázisait, furcsa módon, hogy nem a román vezetés akkor látta elérkezettnek az időt, hogy újra napirendre vegye, hogy tulajdonképpen egyesülnie kéne Romániának Moldovába, hiszen egy országról beszélünk, egy nyelvet beszélő emberekről beszélünk. Ez nyilvánvaló, hogy egyfajta kesztyűdobás is volt, például az oroszok felé, éppen a Transnistria miatt, hiszen ott azért egy jelentős orosz kisebbséggel. És nem vihetne az, hogy Putyin elnök akkor és nem Medvegyevre osztotta ezt a rossz rendőr szerepét, hanem magára vállalta és mordult egyet, és azt mondta, hogy ha ez megtörténik, hogy egyesül a két ország, akkor onnantól kezdve, mint egy második világháborús győztes nagyhatalom, a békerendszert újra kinyitja, és akár fenyegette meg a románokat, hogy Erdély kérdését napirendre veszi. Tehát ez, hogy ezt a válság almáját, hogy úgy mondjam, hogy begurítjuk itt a közép-európai államok közé, ez az orosz politikának most jól láthatóan hasznára válna. Horváth József, köszönjük szépen ma is, és köszönjük. Akkor jövő héten visszajövök ide a stúdióba. Köszönöm. Dunda György Kárpátaljáról már is elmondja a legfrissebbeket. Szerbusz, jó reggelt kívánok! Megint vannak elképesztő videóid a mozgósítással kapcsolatban. Oszd meg velünk, kérlek, ezeket. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, valóban az van, hogy itt nem telik el úgy nap Ukrajnában, hogy újabb és újabb ilyen videók ne terítenék be a médiateret, főleg a közösségi médiába jellemző ezen videók terjedése. Tegnapi nap folyamán 3 ilyen videó is megjelent, 2 Odesszában, egy pedig itt Kárpátalján munkácson készült. Amit most látunk, az Odesszában készült, ugye egy toborzó tiszt durván bántalmaz egy illetőt egy kávézóban. Érdekesség, hogy később megjelent, hogy nem is a sorozás, nem is a mozgósítás váltotta ki ezt a vitát és ezt a durva bántalmazást a toborzó tiszt részéről, hanem egyéb magánjellegű probléma adódott a két férfi között, hangzott a hivatalos magyarázat. Viszont volt egy másik videó is, ami szintén Odesszában készült, ahol az látható, hogy egy kisbusszal, újabban kisbusszal járnak a toborzó tisztek, hiszen nagyobb csoportokban mozognak és úgy állítanak meg az utcán jobbára egyedül közlekedő hadköteles korú férfiakat, főként ugye gyalogosokat. És a másik videón az látható, hogy gázsprével lefújják a hadköteles korú férfit, aki egy építőmunkás, a ruházatából is egyébként azt majd lehet látni, és úgy próbálják betuszkolni a kis buszba. Viszont amit most látunk, ez Kárpátalján készült, és pedig Munkácson, Kárpátalja második legnagyobb városában, és pedig itt két mikrobusszal mozognak a toborzó tisztek, és egy taxist próbálnak megállítani, egy fehér színű gépkocsit, később kiderült, hogy taxis volt, és fuvarér kliensér ment volna, megpróbálják a két mikrobusszal, mint az akciófilmekben láthatjuk, körbekeríteni, bevenni, de a taxis egy ügyes manőverrel elmenekül, és utána üldözőben veszik. Jelenlegi hírek szerint egyébként a taxis ellen, hogy nem állt meg a toborzó tisztek felszólítására, ezért emiatt eljárás indult. Ezek a videók ugye továbbra is nap mint nap megjelennek, és mondani sem kell, hogy elég komoly ellenérzést váltanak ki az átlagemberben. És most pedig ez az odesszai eset, amit látunk, amiről az előbb szóltam, hogy itt gázsprével fújják le az építőmunkást, és miután ugye nem tud védekezni, mozogni, úgy később tuszkolják be a buszba. Itt is egy abszolút új elem, hogy tegnap este pedig, miután a hat kiegészítő munkatársai nyilván elbeszélgettek a pórulját illetővel, ő maga állt kamerák elé, és azt mondta, hogy semmilyen kifogása nincs a toborzó tisztek vele szembeni erőszakos durva fellépéseivel szemben, és én önként kíván belépni az ukrán hadseregbe. Tehát ilyen érdekességei és fejleményei is vannak ezeknek a videók. És ha már mozgósításról, toborzásról beszélünk, tegnap nyilvánosságra került egy érdekes adat, és pedig, hogy tavaly 2023-ban
Közel 1300 esetben hoztak a bíróságokon döntést, elmarasztaló ítéletet olyanokkal szemben, akik megtagadták a behívást, a sorozást, de közülük csupán 60 személyt ítéltek tényleges letöltendő szabadságvesztésre. Összehasonlításul 2022-ben, a háború első évében még csak 249 ilyen bírósági ügy született, miközben idén januárban 2024-ben már 120 esetben döntött a bíróság, de zömében felfüggesztett börtönbüntetést kapnak azok, akik megtagadják a katonai szolgálatot, és a számokból azt látjuk, hogy egyre többen bevállalják akár a felfüggesztett börtönbüntetés, semmint hogy valójában a fronton találják magukat. És egy új javaslat szerint, szervusz Gyuri, jó reggelt kívánok, azok, akik alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, azok nagyon könnyen a fronton találhatják magukat. Hogyan jutott a kormány és a vezetés erre a következtetésre? Igen, ezt a hírt, ezt a fejleményt sokan már úgy apostrofálják és jellemzik, hogy ha ez így folytatódik tovább, akkor a szegények háborújává válik mindaz, aminek most tanúi vagyunk. Na, a kormány benyújtott egy módosító indítványt, ugye rengeteg módosító indítvány érkezett a parlament előtt heverő mozgósítási törvénytervezethez, több mint 4000 módosító javaslat van, és ezek egyike úgy szól, hogy akinek magas a fizetése, és pontosan 35 ezer grivnya összeget jelöl meg a módosító indítvány. 35 ezer grivnya, ez 350 ezer forintnak megfelelő összeg. Tehát aki ennyit vagy ennél többet keres, azok fölmentést élvezhetnek, hogy magasabb érük értelemszerűen többet adóznak, jóval többet az átlag polgár szintjéhez, ezért őket fölmentés élvezni, illetve szintén a mozgósítás aluli felmentést kaphatnak valamennyien, akik belügyi hatóságoknál, belbiztonsági szolgálatoknál dolgoznak, rendőrök, ügyészek, bírók. Ez is elég nagy fölháborodást vált ki Ukrajnában, és például Maxim Zsorin, ő a hármas számú rohamdandár helyettes parancsnoka, ez a dandár vett részt Avgyijivka védelmében, illetve majd a kivonulásban is. Ő úgy fogalmazott, hogy amennyiben ilyen és ehhez hasonló törvényjavaslatok születnek, akkor ez katasztrofális állapotokhoz vezet az ukrán hadseregben, hiszen gyakorlatilag törvényesíti azt, hogy akinek kevesebb a pénze, kevesebb az anyagi lehetősége, azt a húsdarálóba, a frontra viszik, és aki jobb anyagi körülmények között él, az gyakorlatilag életben tud maradni, tehát a társadalmi igazságosságnak az elve, illetve az alapvető emberi jogok is megkérdőjeleződhetnek. De Maxim Zsorin emellett még azt is hozzátette, hogy nagyon elhúzódik a mozgósítási törvénynek a parlamenti vitája, és miután elfogadja, ha elfogadja a parlament, utána is csak az elnöki aláírás után egy hónappal lépne életbe az új mozgósítási törvény. Ellenben az ukrán hadseregnek most azonnal van szüksége jelentős számú utánpótlásra, fogalmazott a hármas számú rohamdandár helyettes parancsnoka, különben katasztrófa helyzet állhat elő az ukrán védekezésben, fogalmazott az idézett katonatiszt. Szervusz Gyuri, köszöntelek, én is tisztelettel kérlek, hogy majd bő fél percben fejtsd ki a válaszodat. Van-e új hír azzal kapcsolatban, milyen tisztogatások, tudom, te nem fogalmazhatsz így, milyen változások vannak Ukrajnában? Fölmerült most többek között a belügyminiszternek a neve, hogy esetleg, illetve bocsánat, a külügyminiszterre, hogy esetleg távoznia kell. Igen, folyamatosan egyébként a kormányváltással kapcsolatban nem csak egy-egy miniszter, vagy Dmytro Kuleba külügyminiszter neve merül föl, hanem a maga Denis Mihal miniszterelnök nevét is hallani. Sokak szerint így próbálják a lakosság dühét egyébként csökkenteni, illetve csillapítani, hogy egy-egy miniszternek távoznia kell esetleg a kormányból. Mondhatni villámhárító szerepet vállal magára, láthattuk Zaluzsnyi esetében is. A lényeg, hogy Volodymyr Zelenszky elnöknek is közvetlen körének ne essen bántódása, és hát a balhét mindenki más vigye el. Elsősorban ezeknek a tisztogatásnak ez a célja, illetve a terelés nyilvánvalóan politikai értelemben. Dunda György, köszönjük szépen ma is. Péter, neked köszönjük szépen ma is a részvételt. Köszönöm, itt lettem.